10 évvel ezelőtt került a Mercedes tulajdonába, az a 441 hektáros földdarab, amelyen azután később fölépült az autógyár. Az adásvételi szerződést 2009. február 13-án írták alá. Az önkormányzat 8,9 milliárd forintért értékesítette a területet. Zárt ülés keretein belül döntöttek a Mercedes beruházás helyszínéül szolgáló 441 hektárnyi földterület értékesítéséről ma délelőtt. A közel 9 milliárd forintos adásvételi szerződést dr. Zombor Gábor polgármester és Michael Fries, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméti üzemének igazgatója írta alá. Ebben az országban is lehet nagy dolgokat véghez vinni, vélekedett dr. Zombor Gábor. A gyár alapkövét 2009. októberében helyezték el, míg ünnepélyes avatását 2012. márciusában tartották meg. Magyarország történetének egyik legnagyobb zöldmezős beruházása mintegy 800 millió euró értékben valósult meg. A gyárban az első évben 40 ezer autó készült, míg a félmilliómodik Mercedes 2016-ban, az egymilliómodik pedig 2018-ban gördült le a gyártósorról. A Mercedes-Benz hosszú távra tervez Kecskeméten. 2016-ban bejelentették a már meglévő kompakt autógyár fejlesztését és kapacitás bővítését, továbbá egy második csúcs technológiával rendelkező gyártási egység megépítését.